Jó napot kívánok, Erdősi Eszter vagyok, 43 éves az LMP Rétsági polgármester jelöltje. Talán sokan nem ismernek még, mivel az elmúlt 18 évemet az ipari parkban töltöttem, ezért egy pár szót mondanék magamról. Balassagyarmati születésű vagyok, Salgótarjánban, Romhányban, Rétságon, Balassagyarmaton, valamint Vácot ugyanúgy megfordultam ezen a valon mind munka, mind tanulmányok szempontjából. Műszaki informatikus mérnök lennék rendszerszervezés szakirányban, valamint mérleképes könyvelő, emellett külkereskedelmi idegen nyelvi levelezőként is végeztem. Az angolt felsőfokon beszélem, a németet kicsit középfok alatt valamilyen szinten, természetesen oroszt is tanultunk még a mi korunkban. Három pici gyermekem van, soha az életben nem politizáltam még ezelőtt. Gyakorlatilag a politikára az az egy lépés vezetett rá, hogy a három gyermekemnek nem mindegy, hogy milyen környezetben és milyen lehetőségek között nyúl fel, és szeretném, ha ők Rétságon tudnának maradni, Rétságon tudnánk mi is maradni, és itt tudnánk élni. Az elmúlt éveimben az ipari parkban dolgoztam, mint felsővezető, jelenleg az egyik multinacionális cégnek vagyok az ügyvezető igazgatója, 10 évet töltöttem a Gips Hungary Kft-nél pénzügyi igazgatóként, ebből 3 évet párhuzamosan beszerzési vezetői pozícióban is töltöttem. Az előtti időszakomban 7,5 évig voltam a TDK-nál, gyakorlatilag a TDK-val érkeztem a városba. Úgy ismertem meg Rétságot, majd 1996 után 2001-től már rétsági lakosként is élek és dolgozom itt. A programomban talán sok minden benne található, és sok minden nem. A lényeg az, hogy gyakorlatilag nem tartom olyan módon fejletnek a városnak a szociális és egyébként a fizikális adottságait sem, mint amire annak módja lenne, a városnak módja lenne fejlődni. Csatlakoztunk az Európai Unióhoz, mégis úgy érzem, hogy az Rétság városa az nem felfelé, hanem lefelé mozog ezen a létrán, ahol mozognunk kellene. A programomban több mindent kiemeltem. Talán, amit önmagamról még el kellene mondani, hogy nem ígérek olyat, amit nem teszek meg, tehát aki ezzel tisztában van, az tudja, ismer engem, hogy amit én még mondtam, azt mind meg is tartottam, az ígéreteimet megtartom, a konfrontációtól nem idegenkedem, és nyíltan szemtől szemben szeretek mindenféle problémát megoldani, elsősorban a probléma megoldásra koncentrálva, és elsősorban a város jólétét szem előtt, vagyis a társadalom jólétét szem előtt tartva. Röviden ennyi, én nem nagyon sokat tudok erről még többet beszélni, nem voltam az előző képviselőtestületnek a tagja, tehát elsősorban látnom kell majd, hogy mi alakult ebben a városban, és milyen lehetőségei lettek volna, és ehhez mérten én a programomat mindenféleképpen meg szeretném valósítani, valamint nyitott vagyok minden további problémának a megoldására is. Köszönöm.